Letartóztatták az embercsempészéssel gyanúsított férfit, társát bűnügyi felügyelet alá helyezték. A sértettet a Karcag TV kamerája előtt vitték be a rendőrautóba. Letartóztatták az embercsempészéssel gyanúsított férfit, társát bűnügyi felügyelet alá helyezték. A Kunszentmártoni járási ügyészség indítványt tett egy 28 éves férfi és egy 25 éves nővel szemben embercsempészés büntette miatt a letartóztatásukra. A rendelkezésre álló adatok szerint 2021. január 11-én a délutáni órákban a gyanúsítottak lementek a déli határa Szeged mellé, ahol egy furgonnal 6 szír állampolgárt vettek föl, akik korábban jogellenesen lépték át a magyar határt. Az volt a tervük, hogy Ausztriáig elkísérik őket, ott a zöld határon segítenek átmenni Ausztriába. Tervük azonban nem járt sikerrel, mert este 8 óra körül Kunszentmárton belterületén rendőrjárőrökkel találták szembe magukat, akik intézkedés alá akarták vonni őket. Ekkor még a gyanúsított férfi elhajtott a furgonnal, Tiszakürt külterületén sikerült feltartóztatni őket. A gyanúsított férfi még ekkor is szökést kísérelt meg, befutott a nádasba, mintegy 500 métert kellett őt üldözni. A gyanúsítottak egyébként 200 eurót és több mint 16 ezer forintot kértek el a szír állampolgároktól. Végülis a szír állampolgárokat pedig a furgonnak a rakterében megtalálták a rendőrök. Ezt követően a bíróságon ülést tartottak az ügyben, a férfinek a letartóztatását egyetértve az ügyészi indítvánnyal elrendelte a bíróság, a nőnek a bűnügyi felügyeletét rendelték el. A végzés nem végleges, mert az ügyészség fellebbezést nyújtott be, illetőleg a gyanúsított férfi is fellebbezett az ügyben. A döntés egyik gyanúsított esetében sem végleges, az ügyészség a férfi vonatkozásában tudomásul vette a végzést, a nő esetében azonban letartóztatás érdekében fellebbezett. A férfi és védője pedig bűnügyi felügyelet elrendelése érdekében terjesztett elő fellebbezést, ezért a kérdésben az ügyben másodfokon eljáró szolnoki törvényszék hozza majd meg a végső döntést.